Jó reggelt! Áldott napot. Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság szent nép. Isten népe, ébresztő! Halleluja! Hatalmas nagy szeretettel köszöntelek titeket ezen a csodálatos mai reggelen. Isten ma is fantasztikus, és az ő igéje fantasztikus. És mai napra is van egy fantasztikus üzenetünk, egy kis ébresztő arról, hogy hol vagyunk most, és mi, mi a dolgunk. Úgyhogy imádkozzunk. Drága mennyi atyám, köszönjük ezen a mai napon is, hogy a te igéd igazság. Köszönöm neked, drága mennyi az, hogy Azért adta te, a Te igédet, hogy megszenteljél általán minket, atyám, hogy harci fegyvert adja a kezünkbe, atyám. Köszönöm neked, hogy a te ígéret, atyám, deklarálhatjuk napról napra, és kinyilváníthatjuk. Köszönöm neked, atyám, hogy a te igéd valóság atyám. Köszönöm neked, drága mennye atyám, hogy ezt a valóságot érvényben léptethetjük napról napra. És imádkozom azért, atyám, hogy a te néped tudja érvényben léptetni a te igédet. Az Úr Jézus Krisztus nevében, ezekben az utolsó időkben tudjuk érvénybe léptetni a te igédet, a szereti Jézus nevében. Köszönöm neked, Szent Szellem, hogy te elvégzed bennünk mindezeket a dolgokat. Köszönöm igazságnak a szellem, hogy elvezesz minket minden igazságra. Az Úr Jézus Krisztusnak a nevében. Amen. Amen. A mai rabszódinknak a címe az utolsó időkben élünk. Ímé titkot mondok néktek. Mindjárt ugye nem alszunk el, de mindjárt elváltozunk. Nagy hirtelen, egy szempillantásban az utolsó trombita szóra, mert a trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságba, és mi elváltozunk. Ez az 1 Korintus 15, 51, 52. Amikor az utolsó időkről olvasol a Bibliában, először a kontextus szempontjából kell megértened, majd a szerző üzenetének a szempontjából is. Az utolsó idők, ahogyan gyakran hivatkozik rá a Biblia, közvetlenül a milleniumi időszak előtti napokra utal. Na már most, a proféták, akik legfőképpen használták ezt a kifejezést, nem foglalták bele az egyház korszakát. Tehát amikor az utolsó időkről, időkről beszélünk, nem a zsidó naptár utolsó napjairól beszélünk. Oly sok jel van, amiről fel kell ismerned, hogy hol járunk, és mennyi ideje van még hátra a világnak, mielőtt nemzetek ítélete elkezdődik. Ezért bárhol is legyél, ma szeretném, hogy tudd, hogy Jézus hamarosan eljön. Vannak, akik elhiszik ezt, és várják őt. Azonban vannak olyanok is, akik nem gondolják, hogy eljön, és ezért nem is várják az urat. De ő eljön és eljön azokért, akik vágyva várják az ő megjelenését. Azokért, akik számítanak rá. A Biblia azt mondja, hogy áldottak, akik várják az ő visszajövetelét. Azok, akik azt mondják, bizony jövel Uram Jézus. Halleluja! Ez a jelenések 22 20 ban van. Éld az életedet úgy, mint aki várja őt, mint aki számít rá. Emlékezz arra, hogy közel 2000 éve vitetett fel ebből a világból. A proféták szavai az ő eljövetelére a szemeink előtt teljesednek be. Ami a legfontosabb, hogy ő maga mondatta, bizony hamar eljövök. Ő eljön az egyházért. Tagja vagy az ő egyházának? Azon a napon ez nem egy lassú folyamatként fog megtörténni, hanem egy pillanat, egy szempillantás alatt. Mi elragadtatunk ebből a világból, hogy a levegőben találkozzunk az Úrral. Ne érjen váratlanul. Maradj Krisztusban és az igazságban, és továbbra is élj érte. Kedves testvérem, Jézus nem sokára visszajön. Már nincsenek évtizedeink, sok évtizedünk hátra. Már a, a lehet, hogy Fiatalként, te már, vagy középkorúként, lehet, hogy már a nyugdíjas korod fogod megélni. Mert Jézus hamarosan visszajön. És nem mindegy, hogy várod-e vagy pedig sem, hogy jobban ragaszkodsz -e ez a világhoz, mint ő hozzá. Az ő egyházának kell, hogy várja. Gondoljatok bele, a korai egyház, amikor Jézus felvitetett, és az apostolok elkezdték prédikálni Krisztust, és az evangéliumot, a korai keresztények várták őt? Nem, nem jött el az ő korukban Jézus, de teljes szívükből várták őt, és vágytak arra, hogy újra találkozzanak vele, vagy pedig, hogy találkozzanak vele. És nekünk a mai élő egyházként ugyanígy kell járnunk, várnunk kell, és vágynunk kell, hogy Jézus vissza fog jönni. És a bibliai proféciák alapján ez így fog történni. Egy, maximum két évtizeden belül Jézus vissza fog jönni. És kell, hogy te is benne legyél ebbe a várakozásba. Kell, hogy ezek alapján cselekedj és élj. Kell, hogy ezek alapján rakd össze a napi rendelet. Nem úgy kell összerakni a napi rendelet, hogy mindent elvégeztem, és talán még belefér Isten hanem fókuszáltan, Isten királyságára fókuszáltan kell élned. Tudnod azt, hogy milyen jelentősége van az, hogy Isten el tölts, milyen jelentősége van annak, hogy evangélizálj, milyen jelentősége van annak, hogy ez igét olvasod. Rá kell fókuszálódnod arra, amit Krisztus szeretne. És ez ő akarata az, hogy minden ember üdvözüljön. Úgyhogy kedves testvérem, járj ennek a tudatában, és hogyha ha még nem hiszel ebben, ajánlom neked, hogy olvasd végig a proféciákat. Nézd meg azt, hogy hogyan vannak ezek a dolgok. Hogy a fügefa kivirágzásától egy emberöltő nem telik el, és visszajön az Úr. 1900-as évek közepén Izrael egyesült. A fügefa elkezdett virágozni. Jézus nem sokára visszajön ez a te időd arra, hogy felkészülj erre. Felkészülj arra, hogy felkészíts magadat, és felkészíts mindenkit, akit rád bízott az Úr. Hogy Jézus vissza jön. Ő nem késik. Vissza fog jönni. Most pedig mondjuk el együtt a megvallást, az imádságot. Drága atyám, köszönöm, köszönöm a Szent Szellem áldását és szolgáltát az életemben aki az igazság ösvényén vezet és tart engem, amíg várom a dicsőséges visszajöveteledet. Imádkozom azokért, akik még nem fogadták el az evangéliumot, hogy Krisztus megváltó kegyelmének az üzenete megérintse a szívüket, megszapasztalják ennek a dicsőséges evangéliumnak a befogadásával járó békességet és biztonságot az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Kedves testvéreim, így bocsájtalak el benneteket szeretettel, így várunk titeket holnap is, és legyetek felkészültek arra, hogy Jézus nem sokára visszajön. Erre fókuszáljátok rá az életeteket. Legyen a középpontja az életeteknek Krisztus. Isten áldjon meg benneteket, holnap találkozunk. Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztünk! Sikeres, áldott teljes, királyi papságis, szent nép. Isten népe, ébresztő!